Gyönyörűséges, szép estét kívánok mindenkinek, szevasztok, srácok! F1 2021, YouTube Liga. Fene tudja, hanyadik forduló már, hatodik? Várjál, nézem, hetedik, bocsánat, hetedik forduló. Kanada következik a srácokkal, ugye Sipikével, Agenttel és Robinnal, így négyen, négyesben gyönyörűen fogjuk folytatni a mi kis leaguesünket. Ugye meg is nézzük közben akkor így aranyosan a tabellát, hogy hogy áll, amit Lewis Hamilton vezet most már azért elég vaskos előnnyel, 91 ponttal egész pontosan. És gyerekek, utána én vagyok a második helyen, ami egy fantasztikus eredmény, tekintve azért, hogy mennyit szenvedtünk ezzel a játékkal, viszont 2 ponttal mögöttem, ugye ott van Robin, majd még 2 ponttal ott van Verstappen aranyosan, és utána Sipike 56 ponttal az ötödik. Norris, Leclerc, Agent 35 pontos egyen meg, úgy, hogy nem szerzett az utolsó három ponton, vagy három futamon semmit. Tehát ahhoz képest, gyerekek, nem is rossz. Jó, mondjuk Hamiltonhoz képest, mert ugye harmadannyi pontja van szinte. Jó, Vettelnek van még 32 pontja, és Ricardo fér még bele a top 10-be a 31 pontjával, úgyhogy Agentnek nagyon figyelnie kell, mert itt azért nagyon itt vannak a többiek. Ez a 35 kis pontja, a 32, 31, 30, 21. Fernandónak lesz valami jobb futam, aztán még ő is lehet, ő is megelőzi. De egyébként még George Russell is szerzett egy pontot, és Mick Schumannek is volt egy jó futam, jól emlékszem, Monakóba, ahol egy ötödik helyet tudott elérni, és azért van 10 pontja. Giovinazzi, Stroll szintén egy pontos, és kettő pilóta nem szerzett eddig pontot, Latifi és Mazepin. A konstruktőrben még a Mercedes vezet egyelőre még így is, hogy Agent nem nagyon gyűjti a pontokat, ugye? Kérdezhetjük akár egy Spar bevásárlásnál is, hogy gyűjtjük-e, de nem, Agent nem gyűjti. 126 ponttal még egyelőre az elsők, Verstappen is én 124 ponttal követjük, majd jönnek Robinék 99-el, Sipikék 86-tal. A McLaren az ötödik, 70 ponttal, Alpine 37, Aston 33, az Alfának van 13, a Haasnak 10, és a Williamsnek pedig 1 pontja, tehát minden csapat szerzett most már pontot. Na gyerekek, akkor úgyhogy így áll a dolog, jövök fel a srácokhoz, aztán csapassuk. Sipi, rá nem haragszott, hogy nyugodtan megelőzhet. De Leo, mindenféleképpen meg akarom verni. Na, hát mire jövök ide vissza? Hát mire jövök ide vissza? Úgyhogy semmi más nem érdekel, hogyha Leo lesz a 22-dik, akkor nem baj, csak én legyek 21-dik. Rivalizálás van, Leo. Ja, értem. Itt rival van. Rival. De ti Sipikével nem vagytok egy csapatban. Nem, ez egyértelmű. Úgyhogy nem kell elengedni. Nem, de Sipit azt tudom jól, hogy ő nagyon ügyes kis tehetség, és jó a kormánya, minden fasz, úgyhogy vele nem gáncsoskodunk, de téged viszont mindentéket. Na de várjál, Sipike ötödik a VB-be, és szeretném, ott is maradna. De szeretném, ha ott maradna. Tehát... Hát ilyen, hogyha szeretnél, Sipi, nem biztos, hogy szeretné. Nem, én az AMG mentalitás híve vagyok, Kanadától indul a szezon. Ja, értem. Ennyi. Eddig csak bemelegítés volt. Ja, értem. Egyébként, hogy ott maradjon az ötödik helyen, ezen mit tudunk leginkább segíteni? Leo, tehát előtte kell végeznünk, és akkor már... Erre gondoltam én is, tehát semmi ilyen dologban. Esetleg Agent kis setes utaságában még bízhatunk picit, de attól inkább én magam félek, tehát... Hát, ha bevízom most én Kanadát, mert... Igen, jó, mert egy kis mozdulatokat kell csinálni, billentyűzettel, nem kell annyira kopácsolni, meg kis kanyarok vannak, úgyhogy... Igen, na most várjál, Robin, mert most hanyat fogod dobni magad? Igen. Mert mit mondott nekem Agent ma?
Már előre nevet, hallod? Előre igen. Nevet. Mert ezt hogy ki kell ragadnod? Hát miért ne kéne kiragadnom? Hát ezt hagyd tudja már meg az egész világ. Így az egész YouTube-on is mindenki, gyerekek. Agent, egész nap a Grid Legends-et kormánnyal játszottam. Tényleg? Ne mondd már. Tényleg? Igen. Ó, de jó. Na. Na. Már most, hogy megvetted a kormány, hát lenne értelme. Gyerekek, úgyhogy ez egy óriási esemény. Szeretném. Igen, le kellett porolni, volt rajta rendesen. Hát lenne értelme. Na. Legalább, hogy megvetted. Úgyhogy ennyi. Tettek, gyerekek, lenne. Még van 27 percetek, hogy csatlakozzatok a lobbyhoz. Bár is csinálom, én még annyit szeretnék csak, hogy a gyorsan a kormányom még be lövöm, meglövöm, mert valami az Logitech mindig. Megnézem én is, hogy nem állítjott el a kis... Nem pörült vissza. Tengely mókámos. Érdekes egyébként, hogy a háttérbe futtatja az alkalmazást, de az, hogy 320 fokra van állítva, azt mégis minden egyes alkalommal le kell belenyugtáztatni. Igen. Nem tudom, régen ilyen nem volt. Én szerintem az előző kormányommal a Logitech Drive-et, azon kívül feltelepítettem egyszer, soha bűnös életet. Nem kellett. Egyet egyszer. Így van, igen. Nem, hogy a Logitechnél nincsen ez jól megoldva, mert a C922-es webkameránál és OBS-ben mindig elfelejti, hogy amúgy a autofókuszt én kikapcsolom. Mindig no. Bekapcsolja. Az azért van, mert mikor kikapcsolod a számítógépet, az USB nem kap áramot, tehát nem marad áram alatt, és ilyenkor elfelejti a kamera minden beállítást, mert valamiért a kamerába tárolja, nem szoftveren, és nem gépen. És nekem is ez van, vagy volt, amíg nem volt szünetmentesem, és most már soha többet nem kell hozzányúlnom a webcamhoz, de csak nem, azért... Nem, folyamatosan így van, mert folyamatosan áram alatt van. Ja. De mire rájöttem, Sipikám, nekem meg például a fehér egyensúlyt vette el mindig. Ez nálam is meg, az acsony megvilágítás, mert itt igen. Visszaáll. Tehát mindent vissza, így van. Nem tudom, régebben ezek sem lebbak voltak ezek a dolgok. És értem. Jó, na akkor csapjunk bele a lecsóba. Hát rád várunk csak egyes egyedül. Egyébként, te nem vagy a lobbyban. Akkor már is jövök. Közben szíjadani. Hol vagyunk? Négy pipából csak hármat látok. Már is jövök, csak még communication van a online szervizzel, bármit is jelentsen az. Akkor most Robin Adidasos, mi meg Nike-sok vagyunk. Ennyi. Igen, oi. Már is lépett befelé. Pipa. Már is. Jó. Lemutatok mindenkit. Jó. És le kell? Kedi. Én leszoktam biztonság kedvéért, mert még a játéknál nem lehet tudni, hogy mikor. Én megbeállítottam a játékba, hogy mindenkit alapból múljútolj. Mikor történik vele. Nálam csak agentöt kell, nem tudom miért. Nálam valahogy úgy van. Szokott iszállod is. Oda a csoda billentyű. Ja, a csikony, gyerekek, múltkor azért megvertúrnál vele a csikonnyal, úgyhogy... Szégyeltem is magam rendesen, tehát... Itt első... Igen. Éri repetázás. Igen. Választatok gumit, akkor így hétvégére. Igen, gumikeveréket, hogy lágyabbat szeretnétek, vagy keményebbet, mi a legyen összeállítás. Ezt mindenféleképpen. Én nagyon sok vett gumit akarok. Ó! Oh! Hadd nézem csak. Jó, 400. Jó, nem veszítsem. Végig napsütés megúszok. Minden. Igen, az hogy... Elúszok. Ja, Vagy megkérdeztem, az hogy nézitek meg, de... Most már látom én is. Üdvözlök mindenkit, közegy itt vagytok. 30 percnél beborul. Mármint a szabad edzés. Én is beborulok, de az asztal alá. De 45 percnél megint kisítana. Milyen pálya? Ja, Kanada. Na, van egy, tehát akkor azt lepróbálom, de aztán Sipik lehet, hogy majd bár múlkor sem nagyon volt. Ne, szerintem az ott a Sipik eszett, az engedd eszett. Nem, szerintem most már Sipik nem adszett. Rögtön belevágtam magam. Bele a falba. Aztán nézhetted a monitort egy ideig. Igen. Az volt. Na. Jó. Let's get a few laps under our belt. Ruljon ki. Nézzük, mi lesz belőle. Jaj, gyerekek. Jaj. Ha már nálam itt kezdődik a szezon, akkor a sisakot is váltottam. Természetesen. Na, remélem a számomra most nem írta rá kivételre. Hát majd a következő nagy jó, oké, okay, jó. Két nap kellett, mire megtaláltam, hogy hol van elmentve. Köszönöm, hogyha megint átírod. Hát. Alig várom. Legalább meg ismerkedsz a programmal rendesen. Ennyi, igen. Igen, minden összetevő itt van, már most előttem. Nem bánom, azért nem lesz eső.
Hát ja, szerintem egyikünk sem. Nem sok kedvem. Lett volna. Hát most hosszabb lesz az a edzés, mint az előző alkalommal. Nem tudom, én az előbb majdnem egyből falba raktam, úgyhogy... Ha! Bakuba az nem oldás, az a 3,5 perc. Ilyenkor ugye a szabad edzés, azt úgy kell elképzelni, hogy olyan, mint a FP1, tehát olyan koszos a pályán, mint az állat. Alig van tapadás. Igen. Tehát így ilyenkor még semmit nem jelent nagyon a setup sem még. Majd ha amikor... Backtime-be, amikor szabad edzésen voltunk, nappal volt vagy éjszaka? Nappal. Nappal. Igen. Már ezt nem értem, hogy miért nem a FP2-t rakják be. Nem, mindig az egyet rakja így ilyenkor sortba. Mert ugye az FP2 van ugyanolyan időpontban, mint a futam. Így van. Igen. Lenne. Ezért lesz majd fura Szingapúr. Igen. Hát igen. Fájnálom ez benne, hogy nem mit csinálták meg. Amikor elég értelmetlen is, most nem tudom, miért nem óra egyszerűbb, de hát... Modderek nem szarakodtak, gyerekek. Már le is kapták a izét a házról az urákali feliratokat. Résznek pár... Komplet 22? Azt hiszem, hogy 3 csapat hiányzik, de egyébként ja. Nem, akkor tölteted le, aztán kezdheted a 22 szezon. Jövök le, ahol mögötted vagyok. Igen? Hát az orosz akar most nem sok, nem sokan szimpatizálnak már velük. De én az orosz sajókat ugyanúgy bírom. Hát jó, hát. Azt tudjuk, Agent, a kis YouTube oldal, tudod? A 2 percek. Például, igen. A stretching olyan borítóképpel, hogy jaj! Istenem. Szeret táncolni az autó még azért. Igen. Nem olyan jó, mert a kigyorsítás. Én még a kis székemben nem találtam meg az igazi helyemet. Vettél széket? Nem, nem. Csak jelenlegiben még nem találom a helyem, ja. Ami már eddig is volt. Elmúlkom, mondtad, hogy nézelődsz. Igen, de szerintem még hát minimum májusig várok vele. Már májusban lesz majd bónusz a fizetés mellé, aztán majd talán úgy. Vág ez. Uh-huh. Vagy igen, mert... külön kartámlát veszek, és akkor hát a fel lehet rakni erre a székre is. Széket az a baj. Olcsók már. Hát sajnos nem. Meg az a baj, hogy ez a szék, ami nekem van, ezt már nem is gyártják. Mhm. Neked melyik fajta széked van? AK Racing. Aha, AK Racing, azt én is nézegettem, de... Én is találtam, ahogy találtam, hogy borzasztó drága volt. Hát ja. 40-50 ezer környék alatt nem is lehet normális széket. Egy olyan szék AK, az már majdnem egy 80-100, igen, 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 igen. Csak azért meg ma M3-as ülés kapsz. Igen. Azt ráraksz egy sínt, azt... behozod. Én tényleg ennél a széknél a kartám, de ilyen kívül sem problémám nincs vele. Még azt mondtam, hogy az van, ami teljesen szét van már húva. Így van, mert ilyen, hát hogyha olyan 15-20 órákat is simán végigülnék ebbe a székbe. Mm-hmm. Nekem is az első normális székem egyébként. Hú, mennyit kínlódtál az előző. Jó, ne is pont. Széttört a hátamon az előtte lévő, az jó volt, pedig az egy Tesco gazdaságos szék volt a legelső. De azt meg már annyira annyi korgosz, hogy át, az... Nem itt AGT. Igen. Hát az a hárgumi, ez nem lesz az optimális. Szerintem. Sok különbség nincs köztünk.
Udi van harmadik helyen, jól látom, 6-10, igen. Igen. Aha, megjött a puding harcos, nézed csak. La, valami leszakadt a kocsidról? Enyémről? Aha. Nem tudok róla. Végig izé, mintha be lenne szorulva valami a kocsi alá. Igen. Végig szikrázva mész a... Pedig a hangjától nincs az a... Amikor leír az alja. Aha. Azért kérdeztem, hogy valami. Vagy legalábbis nekem nem szóltak. De így hátra nézel, akkor sem? Mutatja? Nem. Most egyenesnek a legvégén hallottam egy kis hangot. Ötvenháromezred, ez szép. Elvagytok. Ennek a boxonál már csak két körre aludó anyagom van. Milán, Dani, mi zúság van veletek? Hogy telik a hétvége? Köszi szépen, Sipike, jól vagyunk. Holnap köszi, majd megyünk izé. Na, örülök, hogy nektek is leújul a hétvége. Jól telik minden, faszal. Faszal minden. Az orosz nagydíj helyett török nagydíj lesz? Tényleg? Hát elmete, igen. Török vagyok. Az F1 hivatalos oldalán is valahogy úgy van. Igen. A török nagydíj megnevezése után 2022-es dátumban. Tavaly is volt Isztambul. Így van. Igen. Volt tavaly? Volt tavaly is. Csak ugye nincs a játékban. Megnyerte, Verstappen megpróbált nem elaludni. Csak megint nem volt a játékban, ugye, meg nincsen Katar se, nincs sprintfutam se, nincs medical car, mikor elindulunk a startnál, nincs ember, ami átmegy a zöld zászlóval. Kíváncsi, hogy a törőnagydíjat bele tudják-e most rakni. Így, hogy már most megtudták, hogy lesz törőnagydíj. Tényleg, hogy meg kettő is volt azóta, tehát. Annyira hívott, annyira official a gyerekek, ez full official a játék, teljesen. Ja, meg ugye megyünk Kanadában, mi egyikén meg nem volt, tehát. Igen. From the speed trap, 328.6 kilometers per hour. Hát nagyon nem voltam alá jó a tapadásra ezzel a hárgumival. Hát gyorsítások. Kigyorsítások eléggé. Nem jön, annyira volt a jobb. Igen. Ez igazi. Itt én szerintünk Russell meg fogja el Lulut? Meg. Megérem. Aranyosan ilyen 40 ezred volt most is. Drukkolunk neki legalábbis. Hát figyelj, de most egyébként gyerekek, most miért beszéltek erről? Hát tavaly már megfogta a Belgiumba is. Az időmérőn is egy Williams-el úgy beáraszta egyébként az esős időmérőn, hogy jó napot kívánok. Igen. Ugye az a híres Abu Dhabi futam. Tavaly előtt. Igen. Ja, a Bahrainira gondol Agent, de tudjuk, hogy miről veszünk, tehát igen. Igen, én is itt gondolkoztam, nem Bahrain, véletlen. Bahrain volt, nem? Itt szépen érsem. Nem, az egy nagy 50 másodperc és baromi nagy kör volt Agent, ahol Grosjean majdnem megölte magát. Köszi szépen Ágosom a 9 hónapot. A Bahrain Show-tra gondolsz, Agent, no? Ahol Russell Merci-be ült. Igen, igen, igen. Igen, az a Bahrain. Jaj, de aranyos vagy. Most volt még nem régen, úgyhogy. Aranyos kutyál előttem inkább. Ne, menjél! Menjél, mert itt utána büntetés kaszmer itten bohóckodsz itt Abu Dhabival. Mert ott abban az évben nem volt a szezon elején Bahrain, mert nem volt szezon eleje se. Igen. Ha jól emlékszem. Így van. Mert júniusban kezdődött a szezon. Így van, aztán volt egy rendes Bahrain, meg volt a short. Így van. Te vagy mögöttem, Sipike? Igen, de én jövök a boxba. Jó, oké, és akkor. Boxdiszt le. Na látod, Robin, nem csináltam semmit a géppel, azóta most működik a rádió. Hát nekem már most azt írja ki, hogy... De azt jelzik, hogy piros. Nekem 17-nél írtam, amikor beléptem, hogy nem lesz hangkommunikáció, indítottam rendesen ugye a karriert, azt boat. Aha. Jó, akkor... Igen. Jobb adás, Dani.
Na, Milán, akkor készülsz a Drive to Survive 4. évadára? Kis emlékezett felelvenítő? Én is most végignéztem mind a 3 évadot előtte. Itt is Milán azt írta, hogy a 3. évadnak a 3/4-ét néztem most. Na, azért mondom, én is a 4. résznél járok most. De hát gyerekek, egy tetves trélert nem adtak még ki, a 4. ez az 11-én megjön, tehát már nincs igen, két hét se hátra. Hát jó. Nem is értem, hogy miért vannak ennyire csembe vele kapcsolatosan. Otó betiltatta. Ja. Még azon gondolkoztam, ugye miatt a háborús helyzet miatt is, hogy ha jól emlékszem, a Netflixesek mondták, hogy a Mazepinnel is voltak így interjúk, meg amúgy szerették is vele így forgatni, hogy most emiatt a helyzet miatt vajon kivágnák az ő jeleneteit, vagy nem? Hát. Igen, csak lehet még az egész forrendből kivágják. Most azon gondolkoztam, hogy most akkor sorozatban is kivágnák a jeleneteit emiatt? Hát szerintem simán. Szerintem is. Most ahol csak lehet, ott oroszokból mindenki pakolja kifele. Őket mindenhol. Nem tudom, nem azt mondom, hogy kedvenc pilótám lenne Mazepin, de azért kíváncsi lennék rá, hogy most akkor mit interjúzott, hát, vagy milyen volt. Meg ő hogy élte meg az egészet. Erről a ukrán helyzetről is igazából, tehát... Lassul az a Ferrari, Robin, nagyon. Ja. Nem jó valami. Nem jó. Hát gyerekek, olyan szar ez a motor, hát olyan lassú. Hát nem igaz. Hát szar. Hát de tényleg az előzőben baszkát nem lett az egyenes, hát semmi nem volt. Hát ez egy fos. Nem megy semmit az egyenesbe. Biztos, hogy van a fejlesztés most. Biztos. Na, Fettel. Ez én is utolértem őket, azért vettem el, mert teljesen rájuk érkeztem. Menj már, 1,1-et kaptam. Átültetünk a fűzébe, alfába. Á, most kivételesen egy kicsit jobb a tempóval szabad edzésen, nem szokott ez így lenni. Na, mit csinál itt a kocsid? A játék olyan agent, hogy egyszerre két autót képtelen becsukni, vagy betolni. Engem se tudtad, mert itt állt az autót keresztbe. Na, hallod? Ez pont itt van melletted a boxom. Tehát, igen. A képtelen dolgok, tudod. A double stack-en már javított a kiállásra, de a dupla betolás még nem sikerült. Hát, nem. Hogy mindenki tudod a saját boxe előtt megáll, és akkor egyszerre is be lehet tolni, tehát. Kifordítják, az betolják, az kész. Na ez lehetetlenség. Lesz a 12 év. Leo, te használtál DRS-t? Nem. Látom. Mert? Már akkor meg mit magyarázol? De 1,1! Hagyjál már! Hát DRS nélkül még szép. Hát. Mert jellemző rá, hogy elfelejtett bekapcsolni. Egyébként nem. Tudom, mi a legnagyobb baj? Hogy valamiért a kuplung pedál valami gáz van vele, mert ahhoz képest, hogy nem érek hozzá, akkor is kilöki a DRS-t. Benyomom, de kilöki. Benyomom, állítsa kilöki. Neki holtjátékot. Holtjátékot? Igen, legalább egy 20%-ot, és akkor nem igen. Fogja. Kajak tényleg? Igen. Ennyi annyitja? Én ez annyit kínlódok valamikor így nyomogatom kibe, mert állandóan visszadobja. Semmi, holtjátékot, a holtjátékot, nek aztán annyi. Na nézzük, azt mondja, hogy... Fú, nem is tudom, nekem a féknél vagy a gáznál volt, mert
a Logitech kormány ilyen 60-as Holt játékot kell állítani, hogy jó legyen. Igen, igen, nekem a fejtnél szokott lenni ilyen probléma. Ez a... Ja, a calibrationben van, aha, oké. Okay. Nem a calibration, de Break Dead Zone, most 20-on van, azt még mindig csinálja. Jó, hát akkor felveszem, mint 33-ra. A klácsot állítsad át a kupujunkat. Azt mondtad, hogy az zavarja be. Az csak a pedál, amit nyomok, Agent. Tehát, hogy a kuplunk két... a pedáját használja a féknek. Féknek, igen, 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 igen. Akkor a féket kell állítani, hogyha azért. Vagy mit tudom, én állítsad, amit akarok. Egy magadtam ugye Controlsnál a Generic Settings menüpontba, ott igen. lehet beállítani azt, hogy a R-set azt a overtake egyszer menjem, megy végig. Az a toggle, ugye igen, ez... Igen, az amikor megnyomod és folyamatosan... A hold, csinál. Akkor meg fogni, tehát nyomni kell... Így van, mint a kerszet. Mint a kerszet. De hát egyébként én is át fogom azt állítani arra. Látom egyébként. Hát, nem tudom. Én ezt a kerszest azért szeretem jobban, mert nem az van, hogy mit tudom, hogy úgy felejted. Igen, 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 igen. És ugye a TC off-nál meg ez eléggé szar lenne. Hát az ott rögtön recs van. Na, ezen majd még gondolkodok. Jó. Szit kell kapni a pedált is kontos példa kifújni? Hát majd gyerekek. Igen. We're second in the speed trap. 328.7 kilometers per hour. Ja. Oké, és vagy még most gondolkoztam rajta, hogy a Fanateknél a fake pedálomat lehet cserélni ilyen lócellásra. Nem a hotmeteresre. Nem tudok kereket váltani, gyerekek, beszürkült az egész. Felcs egy rublikát, a K-setupra is vissza. És vissza, és akkor engedi majd. Jézusom. Ezt a legújabb frissítést hoztam, mert nekem is most csinálja. Nekem most korábban is volt ilyen, a tavaly előtti játék óta van benne. 19 óta. De nekem még az életemben nem csinált ilyet, és ma folyamatosan ezt nekem csinálja. Is nagyon ritkán csinálta, de csinálta az összes korábbi játékban, ami 2 évvel ezelőtt volt. Ugye elfegy? De látom, a boxfalon még mindig nem ül senki. Nem. Nem érezték pontosan. Voltak vele, hogy szabad edzések, minek jöjjenek ki. Ja. Úristen. Már látom előre, hogy baromi gyenge lesz a Zai. Ja. Ó, nagyon. Ezen a pályán gyenge. Nagyon gyenge lesz a Zai. Tehát itt 1-2-3-4-be kell, hogy bejöjjünk. Ja, van utána jönnek tőle meglepetések, a hirtelen safety car, meg majd valami majd történik. Jaj, de szeretem azt, mikor 3 biztos. Körrel a vége előtt majd safety car. Hogyne. Valami meglepő biztos lesz. Már a lágy keveréken. Na, hol is? Csipi mélye a közepesen. Na, működik. 321 km per óra a sebességet, Csipi a 12-ig leggyorsabb. Leónak 328, a második leggyorsabb. Hát, mi ez a hízi? Agentnek csak 315 km per óra. Hát azért mondom, már megint kulcsal hallod, már megint túlfik el. Mi? Hát most már nyitottam a DRS, most mit izélsz? Hát nekem DR, nekem is DRS-sel 3.15. Hát de nem nyomod biztos közben a kerszt. Ez lehet. Na. Höntyöröksz itt nekem, hallod? Hát előttem vagy. Nincsen első szárny a Legion meg. Igen. Ja, hát úgy jó menni. Mi történt a szárnyod a Legion? Hát a... Elmaradt? Bajnokok falánál elhagytam. Igen, a billentyűvel érdekes lehet átmenni, mondjuk. Hosszú távon pedig az nem annyira egészséges egyébként. Azért úgyhogy nem is tudtam kipróbálni a lágygumit, így. Hehehe.
itt le ott az űrsiklóval. Na, most már... Ó, hát így már így jó, dupla szélárnyékben. Na, tessék, ott van. Tessék. Mi? 1-10-8-35. Harmadik vagy, tessék. Zsákozol itt. Ja, de te médiummal vagy első, én meg szoftal vagyok. Jó, van, hát. De ez az számít, nem, már ez nem számít. Ez nem számít. Médium 1,1-el volt ablasabb csak. Tessék, Sipika negyedik a médiumban. Na, boldog vagyok. Tessék. Szuper. Az űrhajóval. Az űrhajóból nem megy, a siklóból nem nálam van a hajtómű szerintem most. Valaki másnak adták oda. Na nézzük akkor. Omikopás egyébként egészen jónak tűnik. Köszi, Leo. Szívesen. Ha? Örültem, hogy Leclerc nem jött nekem, pedig lejöttem még a fűre is. Szerintem Gasly telibe basz hátulról viszont. Szia, Ádám. Az igen, voltál, igen. Tetszett. Meglepődtem, én is írtam, amikor látom az orladobozodat. Hát nem, hogyha most nem lett volna ghosting, akkor első szány nélkül gurulsz ki a boxból. Nem valószínű. Nem is igazán értettem hirtelen, mi van. Hát én sem. Mert így gurulok szépen a box utcán, és így egy kicsit lelassul, de utána meg megint gáztadok. Igen. De így mit a... Örülök, Ádám. Szia, Andri, szia, szia. Na, már én csönt, ennyi is volt. Ennyi is volt. A lágygumi nálam nem működik. Az jó. Lágygumi ugyanannál a fékpontnál, ahol a hard meg a izé, hard meg a közepes. Azt a kurva! Ezt nem mondtad, hogy a színegyenes bebasztad izé telibe az autót. Az előző körben csontig adott voltam. Örülök neki, Agent, köszönöm szépen, hogy szóltál. Folyamatosan keresztül. Egyenmegül, aranyosan így elkezd magyarázni a lágygumiról, de azt úgy elfelejti meg einténi, hogy a cél legyen, és kellős közepire van, meg tele kitört izé futóművel ott áll. Látni, miért szóval ott befordult valamiért, ezt nem is értem, mert nem annak kéne a legjobb tapadásnak lenni? De. Sárga zászló, megint. Te vagy Leo? Én. Látna már neki, Ádám? Két lila, Agent megjelent, piros. Nem jó, oké, akkor... Ennyi. Hogy fejeztem volna be a kört. Mert én kurva nagy boldogsággal ülök itt most a kispadon. Gondolom. Vagy pont így akartad. Pont így akartam, igen. Agent szereti ezt. A Williamsnak sincs semmi első száj. Nincs, azt nézem én sem, Latifi, hogy mit csinált, nem tudom. Nem rajtam tört el, azt engem csak követ, ahogy látom. Jó, majd jön egy McLaren is. Igen? Aha. Egy kerék. Miért rántott. De miért nem megy el ez a barom? Nem tudom, hogy menj neki. Na. Ja, Agent. Picike vagy. De ügyes. Na. Most ezt így megbeszéltük. Várj gumit, inkább föl se rakok a futamra. Írtam nekik Levente úgy. Micsoda? Van olyan hiba, hogy elromlik az ers, beragad? Úristen! Az jó.
Az jó lehet. Ez kellemes lehet futam alatt. Igen, van olyan mechanikáiban, nagyjából 2-3 kör alatt tudja kijavítani a gép. Igen, te átmert az elsem a kör végére. Igen, nem lehet annyit nyomni vele. Jó, a négy, jó, én is csatlakozok hozzá szerintem. Egy kör nem bír közel, baszki. Néző, te is keresztbe vágod a bajnokok falán el? Nem, úgy értettem, én a normális módszerrel csak sritájat nyomok így a boxba, ülve. Aztán meritálok a időmérőre addig. Teljesen lekapcsolom az első, akkor is kell két körből visszatölt. Kemény. Hamilton úgy a harmadik, hogy a médiummal. A szép. Én is még... vagyok a hatodik, nekem is az médiumos kör. Okozhatnál meglepetés. Nem, az Agent a szoftos kör, azt írja Race Department. Hát mert azzal estem ki, de miért időm nem volt vele. Biztos, hogy nem volt vele, mert azt írja, hogy 9-10-del mentél. Bár nem, mert Current Tires, ahan akkor nem. Mert Current, az igen, az a aktuális, ami rajta volt a kocsin. Az készül zsombor. Holnap a multi melyik pályán lesz? Hát ahol majd megáll a számláló majd megint. Mikor majd azt mondom, hogy stopp is ott. Lesz holnap multi? Mivel? Ezzel. Azt hittem, hogy a 2000. 12 volt múlt héten? 12 volt kétszer, igen. Sok volt. Az sok. Sok. Látom, szépen beleépült, neked is ott a gumit, fölfeküdt. Sok volt. És nem, itt még akarsz menni? Nem, mindjárt retire-ozok. Azt mondtam, hogy elkoptattam a gumit, mert egy gyors kört akartam menni, de nem volt elég az első. Tehát mennem kellett 3 töltőkört összesen. Neki futásra már így nem volt annyi a gumiba. Így már nem volt annyi a gumiba. Na látod, Leo most például mutatja, hogy ott van közepessel mentem. Igen, aztán... igen, igen. Igen, igen, igen. Igen, egyedül. Hamilton meg látja. Igen, a lágyra váltott, igen. Vagy lágyjal ment, és médiummal jött ki most így utoljára, amikor én néztem azt azért. Na. Van-e rá esély, hogy új motort kap majd az F1 22? Hát illene, mert 7 éve használják gyerekek már ezt. Tehát... már nyugodtan le is cserélhetnék. Hát meg kurvára ígérik minden évben, most az IE csak hoz valamit. Igen. Hát én arra számítottam, hogy mint anno a F1 15-nél, hogy új konzolgeneráció, és akkor úgy jön a új engine is a játékhoz. Hát, igen, ha... igen, igen, igen. Next gen. Bár mondjuk, ha belegondolsz, hogy 13 év végén jelent meg a PS4, és csak 15-ben kaptuk az igen, új engine-t.
Hát igen, jó, de ezt a Cool Masters is elismert, hogy az F1 14-es szerintük szar lett, azért igen. Lett a 15-ben egy 14-es évad is. Igen, igen, igen. Köszönjük szépen. Mondjuk akkor tudnám azt mondani a Cool Mastersnek, hogy amúgy az eddigi játékaitok is eléggé szarok voltak, belerakhatnátok az idei játékba az előző szezonokat. Igen. Hát az teljes. Én adnám egyébként teljesen. Tehát... Hát én esküszöm, arra számítottam, hogy 2020-as játéknál ugye 10 évad, aha. A karrierben is 10 szezon 20-ig. Tudsz ugye lenyomni, akkor 10-től elkezded és végig 20-ig. Vagy teljesen mindegy, ugye, ahol akarsz, beszállsz. Tehát gyakorlatilag akár az is. Ugye választhatsz, hogy mit tudom én, 3 évadot akarok benni, és akkor kiválasztod, hogy akkor az a, mit tudom én, 13, 14, 15 legyen, az kész. Így van, ilyet lehetett volna belerakni. Meg nem is kell, hogy fixen az legyen, csak opcionálisan, igen, hogy legyen igen. Rá lehetőség. Így van. Fia, meg tudják csinálni, mert ugye ebbe is, vagy a régibe is beleraktál, ahogy mondtad, a 14-15 benne volt egy játékba, onnastól fogva bele lehetett volna tenni, tehát bele lehet rakni most a 21-be is az összes többi előzőt. Arra nagy, drasztikus változás nem volt egyébként, kivéve ugye a 14-es a dupla pontos hülyeséget, ugye az utolsó futamon, de azon kívül nem volt semmi. Ó, Gabi, nem tudom. Robin a zöld alma sisakban van, így van. Mondjuk az is érdekes lett volna, hogy a rajta. Régi, vagyis hát amit 14-ben próbáltak időmérős szabályt, vagy melyik évben volt az? 16. Na, azt 16. Hogy a Codemasters hogy oldotta volna meg. Igen, úristen, Sipike, Jézus, úristen, még az volt a szerencséjük tényleg, hogy nem kellett ezzel foglalkozni, mert az, fú. Na, azt elég érdekes lett volna megvalósítani. Az biztos. De hát az is szégyen, hogy ezt a hádot nem tudják megcsinálni, érted? Igen. Sárga. Nem miattam, csak majdnem. Én még itt ülök a boxban, még nagyban. Ó, oh, nem már, ne csináljátok máig. Jézusom, mi van ott? Hadd nézem gyorsan. Meglátom, hogy egyben van az összes pötty. Igen. Én meg most kezdeném, hogy gyorsan. Azt, amit Gasly 5-tel megy. Igen. Aha, hát itt ez gyönyörű. Uh-huh. Mennek egymás mellett. Egymás mellett. Megálltak. Megálltak. Az ki volt ott? Valaki nem átment. Hittem benne, hogy hátraport akarja berántani a... Úristen. Jézusom. Megint ott mennek egy csomóba. Hát találtam egy részt balóra, hát ott eljött. Na jó, satufék. Meg gyors köröm voltam vállam. Jézus. Igen, én ezért nem akartam kijönni. Ezt a hülyeséget valaki klipelje menni ki. Latifi? Gyerekek, úristen. Á, nem, nekem is le kell lassítom. Én kirakom nagyban. Láttátok, hogy Latifi hogy belém rongyolt hátulról? Nem. Úgy csak a feliratot láttam, hogy Latifi jó. Bocs, Sipike, én vagyok itt, aki... Semmi van. Szétítődött a izi oldaldobozomat. Mit mondtatok az előbb? Safety car... időmérőn? Csak nem lesz szám. Bársasra lehet tudni. És itt most a oldaldobozon meg fogja vúlni. A Latifi úgy hátba, tiszta sárga az egész kocsi. Hát Agent, az a baj, hogy szerintem nem. Nem, szerintem sem. Időmérő, nem? Hát nem hiszem, hogy azt már elkezdeni most, hogy te játéknak kalapálni, vagy valami. Hát de az, hogy tudom. Bemegyek, nem javul meg a izén. Nem tudom. Mint a törött szár. Na jó. Nem tudom, ki kell próbálni Agent, de én nem bízom benne. Én most jövök ki inkább csak. Jól tetted. Úristen. Latifi valószínűleg a fékezés nélkül telibe kult hátulról. Hát engem Gasly vert ki futamon így, tehát... Ismerés az érzés. Igen, tehát nem új. Maruk meg Norris így Imolába, azt hiszem. Uh-huh. Igen. Hát csak ez így egy kurva foskör, ami nekem így van én.
Hát figyelj, Robin, 15 másodperccel lassabb, úgyhogy... Igen. Most már, bár most már, mondjuk most már nem. Baszhatom az egészet. Már most látom, frissülgetnek a dolgok. Gondolom Leclerc a harmadik, mert van egy kihagyás. Ott ő lesz. Bíztam benne, hogy elmegy Verstappen, jó. Köszönöm, Milán a klippet. Kemény volt az első kis nekifutás. Az biztos. Jó, zöld. Na, akkor legalább instant megjavít minden. Ó, bazd meg, de szarul jöttem át, te jó Isten! De jössz itt a célegyenes? Én. Meg Verstappen. Én csak kivezető körül vagyok, úgyhogy félre át. Vagy már elvetted gurulóba, vagy? Nem. Látom, gyerekek, vagy kurva sok Leclerc van, vagy szétholt a hud. Kurva sok Leclerc van, azt mondja. Fogd már fel, Agent, hogy az nem én vagyok. Az nem ő. Jó, én azt hittem, hogy ma látom, hogy jön egy Red Bull hábbonnak. Hát igen, igen, de nem egy Red Bull van a játékban, na. Hanem három. Hát csak kérdeztem, hogy te jössz a tényleg. Nem, mondom nem, mert Verstappennel ketten mondom. Nem, mert három Red Bull van benne. Átlában. Nem, ebben négy van így. Nem fog elmenni, Agent. Nem fog elmenni? Igen. Befejezte a körét, boxba fog jönni, ez fix. Hát jó, csak akkor is, hát ne itt azért álljon már, hát megőrülök komolyan. Nyugi, majd itt a hosszú egyenesbe is lassúzni fog. Majd nem. Muszáj vagyok menni még egyet, mert Agent előtt elbohóckodtak ott Verstappen. Ja, ketten vagytok kinn a pályán, úgyhogy csak elfértek. Kicsit ilyen Monza érzésem volt, mikor kijöttek a Q1-ra a legvégén. Körülbelül. 100 000-en ott bohóckodnak. Ott elé én is el tudtam súlyolni közöttük, de ott a harmadik szatok környékén utolértem őket, ott már nem volt hova menni. A visszafordítónál. Aha. Ott egy kerék az út közepén. Mindegy, csak ai ne legyen, mert megőrülök. Nem, egy kerék volt ott, ahogy jöttél ott. Talán csak grafikája új, te úgy mondom. Emiatt annak hihetetlen harmadik szektoros. Na. Így már jó. Hát jár, az utolsó szektorba kaptál nagyon sokat. Igen. Hát ott csak a motorerő nem velünk van. Ez kurva gyorsan fejez. Na, szép volt, Agent. Így, hogy nincs annyi a pályán, hallod? Igen, ugye mennyivel jobb, ugye így? Nem kell kerülni, valahogy magabiztosabb voltam én is. Igen. Nem kell, hogy így kerülget mindenkit. Amíg ezt egyet, Leo? Nem. A tire? Mindenki retire özött már? Még nem. De én még most jövök ki körre, mert nem sikerült újja. Ja, akkor begurulok addig. Addig ücsörgök egyet a boxba, míg azt nem mondjátok, hogy hello. Hát én is addig nézelődök. Csak azt hittem már mondom, hogy... nincs van. Nem, mert itt ha megnyomom, képes valami hülyeséget csinálni, aztán öt rajt hely, azt ott nem csináltam semmit pedig. Nem én csináltam. Igen. Úgyhogy itt, amikor már így begurul, itt már megmerem nyomni, hogy oké, retire, de... ennyi. Rosszabb követ mentem, mint a szabad edzése.
Be lehet-e valamikor csatlakozni hozzátok, feltéve, ha PS-en játszottuk vele? PS-en még sosem játszottunk Forma 1-et. Hát ugye mutatok egy menüt, nézzet csak. Úgy hívják Steam. Ja. Nem PS-en játszunk. És PS-en. De nem is tudom, hogy hogy gondoltad ezt egyébként, Zsolti, mert ez egy négy személyes YouTube liga. Itt vagyunk fenn. Ismerjük holnap egymást. Holnapiban becsatlakozhat, hogyha 37 éve, így van. Ismerjük egymást 122 éve, meg még azelőtt. De csak születni lehet. És úgy, csak azért, mert feljöttél a chatre így aranyosan, ez neked ilyen kedved lenne, hidd el egyébként, a, lehet a maradék 141 ember is, aki még itt van, az is szívesen jönne, de holnap ebből egyébként 20 ember jöhet nyugodtan. Ja. Mármint akinek van PC-n meg ez a történet. Csipis elkezdte még a gyorskor, 19-7 volt az első körülbelül, vagy első szektorod. Igen, tiéd az első szektor. Most a második körbe is tudla volt a középső. 19-3 gyönyörű első szektor. Itt jönnek nagyon jó, tényleg az a második szektor. Igen. Igen, és mind a két körbeli lila volt. Ott a bajnokok falánál vagyok, Kizi, ott vesztek, mert nem merek egyszerűen. Hát, nem is szabad túl nagy poszkát vállalni. De arra gyors vagy, ott is gyorsabb vagy nálam, Agent, ahogy nézem a harmadik szektort. Hát, gyorsan. Itt, ami? Gyorsan meg van a baj. Hát meg ott a speed trap, az, ami valahogy a úrnikát. Amennyit lehet. Ez most, mi ez? Q1, ugye? Igen. Ja, jó, hát akkor jó. Azt a sipi, oda néz. Majdnem 10 alá bejöttél, azt a mindenit. Igen, ment közben. Próbáltam igyekezni egy kicsit. Szép, szép. Pont, köszönöm. Nálam még a monitoron Hamilton vezet. Voltál már 10 alatt, sipi? Fú. Hát, nem tudom, életem első 10 évében igen, de itt ezen a pályán nem tudom, még szerintem lehet, hogy voltam. Ezt akartam mondani, hogy mivel a földszinten lakok, igen. Nem, szerintem még ezen a pályán nem voltam egy 10-es idő alatt. Hát gratulálom, mert most ezt a 7000-et azt jóvá írjuk. Köszönöm. Retire, ugye? Aha, én is elég. Én is begudulok a boxba, és ott retire ezek. Fog esni Latifi, neki nincs is ideje egyébként, Leclerc, Stroll, Leclerc, ja bocsánat, az Mick Schumacher, bocsánat. Stroll, Mazepin, Giovinazzi és Ocon. Ocon ki fog esni, lehetetlenség. Szerintem ő van most kint a pályán, nem? Nem, pitbe van minden, a pitbe, aha. Hát alózott tizedik, így. Szerintem, úgyhogy vele nem lesz probléma. Alonso kívül minden pályán. Lásd Brooksba. Ott is. Én annak is örülök, ha az AMD Phenom X4 megindul, nemhogy még F1-21. Szia Feri, szia. Várj, az mikor? 2007-es, 8-as procéjára emlékszem, nekem is volt olyanom. Okon ráadásul 5 helyes rajtbünti. Hát bohóckodott, igen. Verstappen feljött a harmadikra, még oda be. 41 ezred, 41 ezred, Hamilton? Verstappennel? Igen. Az igen, úgy szép. Az úgy kedves. Ez legenerálta. Elég komoly. Igen. És akkor azok estek, kikre gondoltunk? Agent, beléd Latifi amúgy beléd ment oldalról, ugye? Hátulról, tovább. És nincs ideje. Ja, hát kitört a kereke. Nem is az, hogy nincs ideje. A részdirektorban még incidens sincsen róla, hogy neki mentem ugye Agentnek. Sipike, hát miért lenne? Az is vicc. Miért lenne? Nem történt semmi. Hát, komplett most, alsó. Most egy kicsit vulgárisan megfogalmazva, hát a faszért nem kaphat az a is büntetés. Nem, egy normálisat nem. Ilyen persze, hogy én mennék neki. De a 5 rajt helyett tudod, hogy miért kaptam? Mert másikaival bohóckodott. De ha veled bohóckodik, akkor tényleg nem kap. És azt nem tudom, hogy miért így csinálták meg. Hát ha vulgáris akarod lenni, akkor... mert... Na most tényleg, hát na. Na, jó van. Ó, de megindult mindenki. Jó helyt vagy. Meg. Igen, akkor maradok.
majd meg. Én is, de nem meglátom, hogy az összes aki kiment, úgyhogy szerintem ezt hanyagoljuk. Megindultak. Hogy lemennek, körbe mennek, majd akkor indulok meg, amikor látom, hogy miért időn jönnek túl van. Hogy igen, a bevezető körön van. Vagy jönnek befelé a boxba, az is jó. Na. Nem bohóckodunk itt, Agent, igaz? Hát. Ennyi nincs semmi, árkád bohóckodás. Nem, nem. Közben nem tudom, hogy ez mennyire jó előjelem, úgyhogy a harmadik tesztnapon a lozóllat elfüstölt az Alpine. Ja, nem is gyengére lássú. Igen, valami megolvadt. Meg aztán Fettelnek is a nap végén volt valami kis probléma. Igen, meg a háznál is volt. Ők is nagyon kevés kört mentek. Fú, de így a teszt alapján én nem tudom, hogy az Alfa Romeo-val mi lesz. Hát nem tudom. Az nagy... Mert szinte lófasz nem ment. Az nagyon gáz. Tényleg. Tehát még se festés, semmi nincs. De nem is értem egyébként, hogy mit bohóckodnak. Kicsit el vannak maradva. Olyan, mintha nem lenne kész az autósipike. Igen. Tökre olyan. Nem készült el a kocsi. Még szerintem a végleges szponzori szerződések sincsenek meg, aztán így azért bohóckodnak ilyen semmilyen festés, mert hidd el egyébként, hogy szerintem ugyanúgy fog kinézni, mint tudom én már, vagy biztos. 4 éve. Valószínű, igen. Biztos. Am pedig az a furcsa, hogy az Alfa az ugye a Williams-eket, a házokat, azokat lazán beérte. Igen. Eddig. Így van, meg most a tavalyiben mi nagyot kellett fejleszteni az Alfa Romeo, hogy az idei autót ne tudják csinálni. Igen. Sőt, Raikkonen gyakran benne volt a top 10-be, csak ugye futamon kiszorították, mert azért hosszú igen. távon nem tudott igen. maradni. Nyilván. Fú, de ott Raikkonen az osztrák nagy díjon látszódott nagyon, hogy ő vissza fog vonulni évvégén, amikor ott a utolsó körbe Fettelre simán ráhúzta, pedig úgy látszik, hogy ott van mellette. Igen. Hú, ez nagyon gáz volt Raikkonentől. Elfáradt. Hát nem kicsit. Vagyok most meg azt hiszem a motocross csapatban, nem van a Yamahánál csapat főnök, vagy micsoda? Igen, láttam közös fotót. Uff! Verstappen teribe kúrta. Na. A Williams célegyenesbe. Na. Szárnya. Átmentek a izébe, átmentek a célon és satúféket nyomott a igen? Alpine. Azt, de nincs, de Verstappennek nincs izé, ja, nincs izé, mert mondta, aha. Na, nézd csak, nézd, kezdődik a cirkusz, oda nézd. Na, gyönyörű, így kell lesz, Codemasters, így van, Codemasters, hopp, az szép, dur! Az recs! Köszöni szépen! Mindenki van! Másik Alpine is, bravo. Szépet magát. Istenem. Igen, hát az meg Fernando volt? Igen, vagy nem tudom. Az lement a főre, az ott ennyi volt? Ez Fernando volt, akkor szerintem. Uh-huh. Igen, mert nem, várjál az okon? Nem, Okonnak van szárnya, akkor az... Okon volt előrébb, Alonso hátrébb. Őt néztem egyébként, végig most mikin volt, de pont elkapcsoltam a szóltatok, de akkor így telibe vált, akkor neki már nem lesz köre. Kimerjünk jönni, más már lehet, már jön meg. Igen, most már induljunk meg, de hát ez egy cirkusz, gyerekek, hát ez kész. Ez egy vicc. Az holnap lesz, Tomi? Időmérőn kerülni kell az agyit. Hát. Tényleg már 27-ére van az Alfa Romeo bemutató. Igen? Nem 28-ra? 27-re? É, 27-re emlékszek. És 20... az amúgy holnap lesz. 28-ra. Mondjuk amúgy lehet. Már hétvégén miért mutatnák be az autót? Jaj, én azért mondom, hétfőre emlékszem. Bár nem tudom. Jaj, oké. Okay. Bocs, gyerekek, kép. Okay. Na, mondjuk ez gyorsan meg. Pedig 27-e. Igen. Nincs, hogy holnap mutatja. Az gyönyörű. Vasárnap. 9 óra 30-kor. Jó kis program lesz. Lehet, hogy az egyház rákerült szponzornak, és azért vasárnap, hogy nyitott. Jaja. Alonzónak volt mért ideje, és úgy robbant beléjük. Negyedik volt. Kíváncsi, hogy melyik esett ki. Valamelyik ők tudjuk. De Agent, merre jársz a pályán most?
Már a hátsó egyenesben vagyunk, de te jöttél előtt, mögöttem. Akkor megismétlem. Alonzónak van mért ideje, és negyedik helyen van. Hát, mert mindegyik őjük a cél egyenesen, utána... Igen, utána. Már levezetőkörön mentek egymásnak. Az oké, csak így ugye nem fog tovább jutni, hiába van tovább jutó. Akkor a bug lesz, mint a dög. Hát vagy bebassza a tizedik helyre, mint Hamilton van a kóba a tizenötödikre. Uh-huh. Á, Isten. Boxzisz le. Mi bajnokok falánál kigyorsítást, mert megúszott alattam az autó. Ugyanaz, mint nekem az volt. És a szárnyamat ott hagytam a téled egyenesnél. Az nem áll jó. Meg akkor egy fokkal jobb, mert nekem meg befordított a kezdve. Hát csak így médium gumival, akkor nem tudok megpróbálkozni gyorskörre. Azt mondja, most még bemegyek, lecserélik a szárnyat, kijövök, miért kört megyek, visszamegyek, lájgumit rakok, megint miért kört megyek, az már nem fér be. Ma le is akarjál első időt, nem? Hát nem is elsőt akarok, csak top 10. De így akkor ennek már mindegy. Pedig milyen egyszerű lenne, csak odaállnék a box elé, és akkor lecserélik a szárnyat, a gumit, azt megyek. Igen. Hát igen, meg kiválaszthatnád. Így van. Köszi, Agent. Láttam, hogy jössz, én meg úgyis levezető vagyok, nem koptatom tovább a gumit. Ez az idő, ez bőven jó lesz. Robin, te merre jársz a pályán? A hátsó egyenesben vagyok. Akkor jó. Most jövök az első DRS-nél. Mindenki médiummal ment. Hát én még itt verem magamat, hogy első vagyok az így. Hát attól mereted. Most látom, hogy megjöttem mindenki. Hát most... Agent. Más a taktika. Arra, hogy ahogy Sipike mondta, hogy a top 10-re elég... Igen. Nem így kell megmérni a hosszúságát, tudod? Ha majd a következő etap lesz. De akkor nem is jöttök, tehát immédiummal mentek? Nem, ennyi, kész, igen. De hullók szépen a boxba, azt kiülöm ezt a 6 percet. Bízunk abba, hogy tovább jutunk. Jelleg el a terv. Szia Kristó, szia, szia. Marcel is írja közben, hogy holnap lesz bemutatva az Alfa. Azt a mindenit. Az kell, kurva. De ők a tesztel most ott voltak, nem? Persze, csak kamuflázsos festéssel. Meg kamuflázsos cuccal, tehát semmit abszolút nem tudsz róla, még csapatruhát sem mutattak. Aha. Egyébként Izzy Alonso törte össze magát, ő kieső, ő esett ki. Semmi baj, Agent. Körülbelül 6-szor mondtam már el, de jó. Hát jó, csak én így most látom, ugye, hogy irritáljára ezt nem először. Én nem merem megkockáztatni viszont. Ez kemény amúgy, Robin, hallod. Egy tized. Jaja. Úgyhogy te közepes gumi voltál. Igen. Nagyjából egyébként a két gumi között olyan fél másodperc van szerintem. Igen. Hát akkor Robin, te simán 10 alá be tudnál menni. Be. Az első etapon nem sikerült jól az előzőben, ott nagyon... Nem volt optimális egy köröm se. Nekem ez a maximum, tehát én 10 alá sőtelen, nekem ez a max, ami... Előbb is azt hiszem, előbb én mentem ugyanannyit, mint most te a közepes. Így van. 10-2-t mentem a lengyel, azt hiszem. Én az edzésen mentem annyit, mint a
most elmentél. Igen, csak én az edzésen ugye nem tudtam lágyat feltenni, meg ott helyet abszolút nem használtam. Tipi csak a médium jött ki. Majd nézzük. Ennyi. Meg kell ítélni, csak a majdnak a passzágától fél utánatot, hogy majd elkezdi felpakolgatni a lágygumikat. Egyébként top 10, tehát a Leclerc 8. helyen meg Boris 10. helyen, akik közepesen vannak, a többi az mind lágyas. Ja. Tehát Max Leclerc meg Norris tud mondjuk Leo Elit beugrani, ha arról van szó. Uh-huh. Azért bízok a médiumon az elején, úgy sem tudom a saját tempóval menni is igazából. Ez inkább akkor legyek a rosszabb keveréken. Meg az elején ott lenne valami lánytörés, vagy akárbe, akkor már én is, ha kijönnék, akkor csak lágyat raknék fel. Mert szerintem két lágyal is végig lehet menni a... ezen a pályán, mert szerintem sima egy kiállásos lesz. 30 lesz. És úgy számolok, hogy ezek az esetőségre készülhet. Ha aztán nem, akkor menjünk a médiummal. Legalább a felék. Már látjuk. Mert ki ott belőle. A nézőségre meg lesz egy 0.9-es. Nem médium már, nem hiszem. Na Leo, te is szép, ez már fix továbbító. Így van. Egy 10.736 ezred. Az közepessel nagyon jó. Jaja. Boxy slap? Igen, ezzel már tovább lehet menni. Hajik most jöttek ki, amúgy. Igen. Tök lelkes kiebb például a lájgumiba, 9. helyen. Mondjuk ez a baj, 4 költ raktam bele ebbe a gumiba. Norris is feltette a lágyat. Itt ők ketten tudnak szerintem csak előre ugrani még. Hát én is úgy vagyok a top 10-ből mindenki, aki eddig medium gumin volt és most softra vált. Akkor is Isten igazából be tud előzni 3-4 ember, tehát akkor is még a top 10-ben benne maradok. Ja, de látod, Hamilton meg Verstappen nem jönnek ki, tehát ők közelesen maradnak ugyanígy. Igen. Tehát itt egyedül Leclerc meg Norris az, aki tud valamit. Ja, többi az nem, tényleg. Igen. Hát a száfutalmal meglátjuk, Sipi, hogy oldalon tettünk-e. Szerintem biztosan. Közepesen az izé lesztek, előnybe lesztek, hogy tudjátok sokáig nyúzni. Hát igen, csak ott az elején a metanol kocsival mindig félekettől, hogy mindjárt megy a keveréktől. Jó. Nehéz megcsinálni azt az első 3-4 kör. Ja, én is ezért inkább maradjunk a lágynál. Van, hogy egyre abban bízok, hogyha lesz valami esemény a pályán, akkor, akkor viszont váltok. Hát igen, az a félő, mint ami velem is volt ugye Bakuba, hogy a második, harmadik körben ott eldobom. Jó. Igen. És hogyha a softot raksz fel ugye, akkor utána abból nehéz már taktikai előnyt kovácsolnunk, hogy kell jönni egyszer. Hát abból már igen. Igen, Kristóf, szerintem is ahhoz képest én 4 kört mentem vele, 6%-os kopás. Az teljesen jó. Igen, nekem egy felfutásom volt, úgy volt 3%. Jézusom, megint mit látok a pöttyöket? Megint recsa. Most meg nem, mert egy gyors körön vannak, majd ha átmennek a... Ja, ha levezető lesznek, igen. Akkor szoktak egymásba fékezni, satúzni. Ezt nem tudom miért csinálják, ez a programhiba hallottam. Igen, az egy programhiba, jól mondod egyébként. Az egyszerűen nem, ez egyik nem akarja elengedni a másikat. Igen. Mert levezetők, igen. A levezetőkörös programozás az rossz. El akar engedni a másikat, azért állnak meg, és a harmadik vagy a negyedik szokott bele. Most átjönnek, menni. És akkor innestől közben megy a hülyeség. Már most... Jó, nem mutatták végig. A Norris be is ugrott. Na. Hát én meg Gasly miatt majdnem beszartam, hogy kiestem. Jaj, az ott. Mert először azt láttam, hogy Alfa Tauri 12, mondom, ajjaj. Nem, 8. helyen. 4-en mentek médiummal. Viszont akkor egy Alonso ugye nem jön velünk a Q3-ba, mármint nem fog tudni. Így van. Így van. De pont 10. lett volna amúgy is.
Na, tovább. Bízok benne, hogy már most azért kevesebb baj van, hátra lesz már most buziskodás. Az a baj, hogy Leclerc Hamilton meg valamelyik Merci egyszerre jöttek ki, te. Nem is, ez nem Merci az? Hát remélem, hogy ez egy Alpine. Nem mondjátok, hogy el, Robin. Ne, menjen csak nyugodtan. Okay. Adjél mögöttem van egy Merci, azt még el fogom megenni. Precokálózó, hogy kerül a pályára? Nem mi? Tudom. Ott megy. Leclerc ott megy második helyen. Ne hülyéskedjetek már! Eskü. Azért nézem, mondom, hogy az egy... Én azt hittem, hogy egy Merci, de mondom... Tényleg, outlap. Tényleg, úristen. Valahogy csattól élte. Nem lehet, hogy csak letört az első szárnyát, félreállt és... Félreállt. De agent, vagy micsoda sipik, én láttam, hogy retire-öz. Igen. Igen, viszont csak az első szárnyát tört le, nem? Az jó, de ha... Ja, értem, mit mondasz. Hát na de hát akkor sincs. Ja, azért ilyen hát sincs. Szerintem meghűlt a program. Ja, mondjuk igen. Igen. Vagy ugye nem teljesen tölt össze, lehet, hogy igen. Egyébként tényleg retire-özött, és mert én láttam, hogy hol történt, és ki akartam keresni, de már nem mutatta a pályán. Én azért, láttam, hogy hol állt. És én is, csak azt viszont nem láttam, hogy összetört volna a kereke, vagy valami, érted? Tehát azt láttam, hogy belebombázott, és még ment, és utána fogt, és félreállt. Csak mert ahogy ilyenkor sérül, ugye programja az, hogy mindig, hogy bemegy a boxba. Bemegy a boxba, igen. Így van. Lehet a program utólag gondolta meg magát, hogy amúgy a boxba akartam jönni. Úristen. Jaja. Nem baj, így elhúzunknak lesz esélye megint belebombázni még egy kocsimat meg. Rosszul sikerült az a sikám. Úgy megkocsantottam a falat. Bárs eldobott az ideális évről. Na igen, mert sérül az autó ilyenkor. Igen. Sikerült vissza táncolnom vala. De még a bajnokok falán nem lesz probléma. Nem az lesz a baj, nem javítják meg a kocsit. De hát, hogy nekem az teljes alját megjavították. De nem látszik, agent, ez. Tehát az első szán nem látszik. Robin érezni fogja, hogy sérülni fog, de ha megnézi a kijelzőn, nem látszik. Igen. És a mérnököt is, ha megkérdezi, mondja, hogy igen, minor damage. De nem cseréli le a kórkupot, nem csak semmit. Akkor egy kicsit még hozzá kell kocsolni a falhoz, és akkor lecseréli. Szerintem azzal, hogy beáll a boxba, azzal szerintem izé... De én is úgy gondolom, hogy itt időmérőn, még hogyha kicsit is törik, lecseréli. Igen? Szerintem itt időmérőn lecseréli. De ha nagyon biztosra akar menni az ember, a sárgára kell, aha. Sebességgel egy kicsit törni rajta. Csak ugye nem kerékkel együtt. Igen, az fontos. Mert emlékszem a 19-es játékban, nem is tudom hol, Leónak írtam a chaten, hogy igen. Egy kicsit törsz a szájnél, és akkor lecseréli. Hát úgy sikerült, hogy kiestél. Igen. Kibaszom a teljes futóművet. Igen, volt ilyen is. Uh-huh. Hát ezt nem lehetett helyre rakni már, úgyhogy... Á, de ha nem cserélték volna, akkor így is úgyis kakaó lett volna, te. Így megint, így elintéztem. Ne húzzuk egymás idejét, típusú történet.
is rossz, használ gumival, nem is rossz. Jaj! Na, Sipike. Ajjaj. Mind a két oldalt. De zöld. Oda csaptad egy kicsit? Igen. Na várj, hogy csináljam akkor? Nem merem. Merjem? Állj félre egy izénél. Itt például jobb uh-huh. oldalt, hogyha félreállsz, és egy kicsit lakoccolni itt szemben a falat. Aha, piros, oké, okay, le is csinálod, jött. Csak hogy tudjam, egy orskörön vagyok. Jó, már semmi gond. Első szektor vége. Igen. Ja, jó, oké, most vagyok hátsó, hogy a mesben. Na, így nincs első szárnyam. Ja, látom, hogy abszolút. És akkor így a tuti. Így van, pedig, óvatosan. Pedig 12-vel mentem neki a falnak most, hogy izé lejöjjön. Hihetetlen érzékeny a sérülés a játékban. Na meg a szokásos 27 km per óra körüli sebességgel neki mész kitegyük a kereket. Ja, igen. Mondjuk ez lehet valóságban is azért megnyekkenne. Szerintem igen. Csak, érted, mi meg nem simulation damage-el játszunk. Nem simulation damage, igen. Ja. Igen. Ma úgy akarnánk, akkor és minden elem sérülne, igen. Van, a padlólemeztől kezdve minden. Hát így is egy madár rászalik, már igen. Törik a izénk. Igen, így is borzolom. Egy vagy két kört mész, Agent? Még gyors, hát most a hátsó egyenesbe töltöm el. Jó, oké. Befejezem ezt, vagy kijövök. Mikor menjünk is, Ebi? Én most megyek. Igen, most érdemes? Igen, én már megyek. Hát üzemanyagból kibírja, a gumi nem kopik annyira rosszat, és lehet, hogy a második kör az gyorsabb. Aha. Ennek az AI forgalomnak a kiszámításával vagyok mindig bajba. Hát az AI az valószínű egy perc vagy másfél perc múlva kezd el kijönni. Tehát mire pont ide érünk a célra, egyenes fény? Hát lehet, előfordulhat. Hát én az Istenért nem tudok ennél jobbat menni, tehát nekem ez ennyi. Köszönöm. Előttem csak... vagytok mind, ugye? Egyébként, igen. Egyébként csak 131 ezreddel vagy elmaradva együtt. És ötödik vagy így is, baszki. Te durva. Hát mi az az egy tized? Semmi. Az egy széknyi korgás. Ennyi. Ez semmi. Te Major, itt vársz egyenesbe? Én vagyok. Jó, oké, és akkor kerüllek. Szóljon, hogyha valaki jön a hátsó egyenesbe, kifogyott a benzin, nem? Én. Jó, most már bent vagyok a boxba. Jó, oké, zöld, igen. Tudod, arra attól féltem, hogy nehogy valaki ott érjen utol, amikor a... Mikor befordulsz. Igen. Na, szép. Köszi. A 9 év. Leus, te is lementél 10 alá. Igen. Jézusom. Robin, Hamilton meg én. Századokra vagyunk egymástól. Már most nem. Már nem. Akkor már sem Hamilton meg én. Jó, nekem másik kör nincs. Most nem is kell, hát első vagy.
Hogyha ki mindenki. Hát de véletlen volna benne. Én rosszabbat mentem, mint a használt gumival, amit nem tudom, hogy hogy csináltam. Az biztos, hogy nem mert. Áj, de kállj a másik körre pont. A Q2-ben megelőztelek. Kicsi korábban kell volna kijönnöm, Sibi. Hát, figyelj, én most a második körben 5 tized lemaradással vagyok, úgyhogy nem biztos. Lehet, hogy nem bírta volna ki mi. Nem, valami van a pályával, megy felfel az izi idő. De folyamatosan. Ja, mert a gumim amúgy 5%-os most így befejezve a második kör. Én a 5%-os kopott gumival jöttem ki először, és folyamatosan megy, már 3 tized pluszba vagyok. És most meg a nullással jöttem ki, és most rosszabb időt mentem. Szegény Leclerc telibe vert hátul, amikor levezetőkörön voltam, úgyhogy nem fog javítani. Nagyon sajnálom. Gondolom. OBS, nézzék ki. Ott lesz Leclerc, Leo. Látom. Bejön be. Ja, okay. És nem javítok most sem az ki. 87 ezre, de el vagyok maradva. Jaj, Istenem, hát ennyi gyerekek akkor. Na. Figyelj, 200-addal vagy Verstappen mögött, tehát a Red Bullok is. Kemény baszke, milyen szorosod. Én meg 200-addal vagyok Hamilton mögött, tehát. Jó, mondjuk Hamilton most biztos, hogy egy gyűr időt még. Biztos, biztos, biztos. Ilyen, ha meg szokott. Oda préselne egy. Ja. Tudom nézni magam? Szegény Leclerc, jó belém jött. Ez Verstappen. Egy helyben állsz és pörög a Leclercbe a gumin. Aztán meg akarnám keresni magamat, de nem látom. Ilyenkor már nem tudod. Ja. Azt már tudja a játék. Köszi Kristóf, hát megpróbáltam ezt szeretni a legjobbat. Gratulálok, Robin. Köszönöm szépen. Szép volt, így van. A többieknek is. Hát nézzük meg, hogy Hamilton hova generálja. Jó kis szoros verseny lesz. Hova generálja tényleg a többieket? Szerintetek csak Hamilton fogja szerintem. Generálja? Hamilton be fogja rakni valahova szerintem előre. Nagyon gondolkodik. Verstappen. Igen. Nem. 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 Az szép. Ez picit javított, hogy ne 200-adra legyek tőle. Igen. Két rebú, két náci. Kemény. Köszi Kristóf, köszi köszönöm. Gyerekek, én elszaladok egy másik. Igen. Ne haragudjatok. Pisi van. Muszáj. Pisike. Jaj. Addig nézzétek meg a rajtrácsot. Ja, az nincs. Hát szerintem mindenképpen az kéne. Azok még indi gyorsan. Jó. Fájláva. Macskuszom már jött volna befele, de nem tudom kiengedni. Én fogom közben kezdeni nyavigolni. Hát de mi lenne a hárdot, meg lehet nem kéne erőltetni. Igen, ez kemény futom lesz. Na nézzük versenystratégia. Azt mondja, két kiállást. Szia Patrik. Két kiállást vizionál. Valószínű, mivel meg lehet csinálni medium hárddal, de az a baj, hogy szerintem a hárd az túlságosan lassú lenne a végére. Nem érné meg. Az igen. Az gyönyörű, gyerekek.
jó kérdés, hogy mi legyen. Két kiállást javasol egyébként. Kettőt, igen. Medium, light, light. Itt vagytok? Itt, csak álligatom kőkeményen. Uh-huh. Hát igen, majd azt nézem is, hogy milyen izé. Két kiállás, meg három kiállást is. Igen. Igen. Igen, igen. Hát az a medium hard medium az csodás. Csodás stratégia, nem? Úr, nekem még a, hallod, a hard még a softtal is kijön. Tehát egy soft az felrakom, a hardot az mehetsz. Igen. Igen. Most... Még által az elfogtalabot csúcsánatok annak, vagy ez volt a soft hard, vagy soft medium. Kettő. Na, ez lesz a jó kérdés, hogy melyik lesz a jó. Igen. Egy vagy két kiállás. Igen. Safety car tönti el. Hát valószínűleg igen, hogy kell reagálni közben. Hogy mi lesz vele. Itt bármi lehet. Jó döntés is, meg rossz is. Jaj. Meg egy valami biztos, hogy a bajnokok falánál bárki mellett leszek. Hogyha nagyon közel vagyunk már a vége felé az egyenestek, én inkább elveszem, mert ott nem fogunk elférni ketten. Hát, ott biztos, hogy ott nem. Ott nem lehet elférni ketten. Ott akármennyi is vigyázz a másikra az ember, ott legrosszabb eset orra, amikor próbálsz nagyon szélre menni, rámész a rázókére, megdobasz, amit a kettőtőnek lecsvon. Igen, van, és neked is, meg a másiknak is. És repülsz, és ugye nem tudsz irányítani olyankor. Igen. Lesz-e szavazás? Miről sz? Legyen szavazás, gyerek? Legyen szavazás. Legyen szavazás. Indítsa. Azt mondja, hogy... szépen Alma és Kristóf. De gyerekek, mi legyen a kérdés igazából? Mit rakjunk fel kérdésnek? Lesz olyan, vagy ki lesz közülünk, aki nem szerez pontot? Jó. Ki nem fog pontot szerezni? Jó. Igen, ja. Igen, nem. Igen. Jó, magamat nem írtam. Ne, csak hülyéskedek. Mondjuk szerintem itt az AI miatt szerintem simán tudunk mindannyian pontot szerezni, mert annyira erősek. Hát itt csak egy-két ilyen hiba lehet, ami elveszi tőlünk ezt a lehetőséget bele a falba, meg ilyenek. Mert a első DRS zóna után, ami van sikán rész, az, ami szar lesz. Igen. Meg itt ez az utolsó bajnokok fala rész. Mondjuk igen, az is lehetett, hogy mi legyen az ebéd holnap. Túlutás. Ennyi. Az is jó, köszi a hamacia. Köszi. Á, az abban itt már el van döntve, hogy itt holnap mi lesz az ebéd, úgyhogy. Na tessék, arról már hiába szólunk akkor. Hát arról már hiába. Szóljatok. Szóljatok a start. Jó, én szerintem részemről is mehet. Elkészültünk a... Akkor. Nyomom is. Az üzemanyagon gondolkoztam, hogy lentebb veszem egy kicsit, de inkább nem voltam hozzá. Én lejjebb vettem. Nem tudom, én mióta egyszer kipült alólam, hol is Sportiba, ahol voltunk, ahol. Igen. Az a baj, hogy ott arra a pályára még nem tudta a játék belőni, az volt a baj. Tehát... itt az volt a baj. Ha meg ezért lenne jó például itt multiba is egy olyat megcsinálni, hogy szabad edzésen legyen egy race-strategy program, meg egy qualifying program. Igen, és akkor felmérnéd a lehetőségeket. Mert az alapján úgy karrierbe is be tudja lőni az igen. taktikát. Igen. Mert én például ugye karrierbe is úgy szoktam, hogy a race-strategyt megcsinom hard gumival, meg megcsinom medium gumival. Uh-huh. És akkor úgy az alapján nagyjából be tudja nekem lőni, hogy tényleg most egy kiállás kell, vagy kettő. Aha. Mert az úgy jól szokott működni. Látja, nem szarakodok, mert őszintén szóval semmi kedvem nincs a programokat nagyon csinálgatni, csak ezt azért inkább megszoktam, hogy a stratégiát legalább jól állítsa be. Uh-huh. Úgy üzemanyag szinten is. Nekem én is ilyen másfél-kettővel fejezem be mindig. Tehát ilyen default módba tolja, olyankor az kész. Na, hát akkor hárman ti ott elől medium, Verstappennel,
Én vagyok itt kakuk tojás, aztán Hamilton mögöttem szintén médium. Aztán minden, mindenki soft, és Okonnak van még hárdja. Az Okont majd figyelni kell egyébként, hogy hárddal mit fog csinálni. Igen. Állatot egy kiállás. Leclerc meg Hamilton, nem tudom hova rohan, sőt. Még... Nálam Norris rohan. Na, Norris is rohan. Nálam mindenki... Én Verstappen nem megyek egybe, úgyhogy... Nem, Norris belement Leóba. Igen, de azt nem értem, hogy tehát ők hárommal mögöttem van, tehát hogy mit keres itt? De hát ez sincs ugye egy ilyen, csak annyi kéne egy korlátozás, egy ilyen távolságkorlátozás programsor. Igen, így van. És kész, ennyi. A safety car alatt is meg tudja oldani a játék, hogy ne menjen bele senki senkibe. Igen, igen. Úgy nem tudom, miért lenne, mindegy. Törésmentes futamot. Mindenkinek így van, így van. Legalább pontokat szerezzünk, pontok. Na, gyerünk! De hamar elengedtek. Maxi! Azt a mindenit! Sipike, te átment ilyen Villeneuve-ös sztájlba. Inkább a fűre mentem, mint Robinbe. Valaki gyarulni. Az Hamilton, meg Verstappen. Hamilton, meg Verstappen. Aha. Annyira fejlett tőlük. Hát tolják egymást egyébként. Azért. Aha, Hamilton leszakadt valami? Ez is végighúzza az izét. Nem. Jó. Azok ütik verik egymást. Hú, bazzasztom, hogy szélütést kapok a rajtnál. És ott mentem ki a franc... Sérült és ipi? Nem. Hát... Sárgáznak. Csak vagy nem elég gyors a autó, mert Mercedeshez képest, vagy túlságosan óvatos vagy. Na valamelyik, mert nagyon. Szerintem túl óvatoskodom. Elején kell ismer az a medium gumit még. Az elején, amíg nem melegszik be. Nem csak feltűnően megjöttem rád ott a izénél, meg a visszafordítónál annyira szélre fordult el. Ott valahogy nem tapadt be az autó. Még azt hittem, hogy el akarsz engedni hirtelen. Hát figyelj, ha nagyon-nagyon feltartalak, szólja. Nem, nekem jó itt. El vagyok itt pont szerző helyen. Én szinte aranyos a hatodikon legyen meg. Robin, meg ráruszítottam Verstappent majd. Igen. Vettem észre. Te ő is médiumon van. Médiumon van, igen. Tehát egy takticson vagytok. Á, két-három kell minden fejke panakolni, pedig várni. Mire elkezd a nyomni. Benne vagy annyit ad. Kezdődik a csuda majd, a DRS-ek? Igen. Igen. Christian, szóljatok már rá Max-re. Hogy valamit csináljon. Így van, Kristóf, én is azt érzem, hogy most kezdett el működni a médium. Igen, látom, mert már is nem tudok rád menni. Most így követlek egy távolságból, de közeledni nem tudok. Max, hogyha Hamilton feltart. Nem, szerintem az, hogy a felvezetői körön itt a hosszú egyenesben nagyon hamar átvette az irányítást. Igen, egyébként. És nem tudta meleget melegíteni a gumin. És a médium meg annyira sokat visszahűl. 300 sincs a végsebességem, baszki. Mennyi? 300 sincs. Kapcsolj 8-at. 23-mal jöttem itt a Sipi mögött. Nem tudom, egyébként a Bulka is pont a versenyre fogy el a kocsi. Nem tudom, nem értem. Az mérföld, Robi? Az. Melyik Alfa Romeo van leghátul?
meg hátul alfa. Igen, mert Giovinazzi. Kurva hátul van. Csúnyán mondva. Boxba volt. Igen. Akkor jól gondoltam. Hú, ott az hátul. Egyik Aston Martin. Igen, Stroll. Azt néztem, hogy megy folyamatosan hátra fel a neve. Pit stop information. Na, abban nem tudok most segíteni, mert én a tizedik körig vagyok, jó, azt tudom. Nem, teljesen emlékeztem, hogy nekem majd mikor kéne kijön. Azt hiszem a médiumosok 15 körnél jönnek. Mm. Nekem is a 14. körben. Körül, nem? Igen, 9-10, igen. Feltartál mi otthon, Sipi? Igazából nem. Nem tart fel. Csak látom, hogy nagyon mögötte néz. Kíváncsiak, hogy el tudni elemenni mellette. Hogyha az erszet jobban használnám, el tudnék mellette menni, csak azt sem akarom, hogy túlságosan lemerítsem magam. Úgyhogy inkább azzal jobban spórolok. Utána 5 kör, mire visszatölt? Hát sem. A problém 75% környékén tartana. De ez egyenesben egyszerűen húz el Hamilton. Ugye ő is kap DRS, meg csak erősebb. Na. Most elmentél mellette. Még nem teljesen. Látom, visszarakta. Előről, kívülről. De onnan. Szél legyenesben jobban tudtam kigyorsítani, mert megúszott alatt az autó a bajnokok felállnak. Köszi, Kristóf. Hopp, sárga. Szép baj. Menj, így csak nyugodtan, tört a szárny. Egy pillanatra bennem is megállt minden. Hát láttad volna az időt? Mit a rendsétrika? Amit mondtam, a DRS utáni sikánnál a kigyorsítás, hogy éppen egy szerintem ezred másodpercre megúszott az autó alatta. Fékeztem, hogy elkerüljem a falat, és kijött mögöttem Hamilton, és ő meg belém jött hátulra. És jött a boxba. Hamilton is. Én még itt vagyok. Hamilton csodálkozok, hogy nem lett négy, mert akkor átrepült, és talán megment a falnak a másik irányba. Ja, akkor Hamilton kinyírtátok? Hamilton kiesett a játékból. Lehet, hogy tökre tettek a futamára. Hát figyelj, 91 pontja van, úgyhogy még ezt kétszer nyugodtan meg lehet játszani. Igen. Még ezért Verstappent valahogy takarítsátok le onnan előről. Na. A saját csapattársaddal foglalkozzál, Agent, jó? Köszi. Már kiesett a papigor. Figyelj, még nem mondom biztosra. Egyik jó, 19. látom. De hát nála nem lehet tud. Robin milyen ívbe veszette azt. Nekem. Mint aki... gyorsítás. Mint aki, hogy tudod, a Formula E-ben most megy a boostért. Igen. Csak aki gyorsításra. Elvolasztaljam. Azt mondja, hogy tire condition still looking good, az 40% a hátulja. Ilyet hogy áll, Leo? Nem tudom, nem is nézem most inkább. Most itt nagyon el vagyunk. Igen, azt látom, hogy ott teljesen egybe vagytok. Egyébként most mondta, hogy still looking good, úgyhogy annyira nem szar. Hát, de meglátja, Kristóf. Mondom, nekem is ezt mondta, és 40% a hátulja.
Christian Horner. Ki jöttél a Shoeboxba? Ki ment és épít? Igen. Igen, 18-ra ment. Én már látom, hogy eltűntél mögölle. Amúgy most néztem a boxba, hogy hogy állítani akartam ugye a gumit, hogy mit rakjanak fel. Hm? Még szerencse amúgy, hogy a szájtörés automatikusra be van kapcsolva, és nem tud állítani. Úgyhogy ha én nagyon taktikázni akartam, hogy nem cserélek szájnyat, akkor nem tudom megcsinál. Aha. Hát meglátjuk, Kristóf, hogy beválik-e. Mi a csinál? Most nem kell a boxba. Árdot tettél? Igen. 24 kört lehet velem menni elvileg. Mert őszintén szólva, én a szabad edzésen nem éreztem rossznak a hárgumit. A hárdnak a közepes nem volt rossz szerintem sem. A lágyot nem tudom, mert az kétszer forba fordított másodjára. Végzetesen. De ezt milyen boldogan mond a Regent egyébként, arra nyos. Igen, úgy meglepődtem. Ugye csont ugyanazt a izét használta a vívet, mint a hardon meg a közepesen, de pont ugyanazt a féktávot meg kanyar pontot, és mind a kétszer befordított a falba a lágygumi. Hihetetlen egyébként, hogy így DRS-etek van mindnyájatoknak, egymás húzzátok, hogy ellúgtatok két másodpercre. A Robin húz minket. Nekem négy DRS-em, igen. Robinnak a félelmetes tempót van. És én nem tudom megelőzni, tehát nem azért, mert nem akarom, nem tudom megelőzni egyébként Verstappen. Nagyon jó Verstappen. Mert ő is ugye kapja a DRS-t. Igen. Ő is közepesen van? Igen. Ők egyforma takticson vannak. A sima egy kiállással fog menni, azt már most megmondom neked. Felrakja majd a hardot, az 20 kört meg megy a hardon. Robin meg ugyanezt a lágyjal. Nem, ő is médium. Ja, hogy az izé, persze, és a 11. körbe megyek, és ugye nekem ez az izé köröm, vagy időmérős gumim. És el tudok menni vele a 15. körig, hogy utána felrakjam 20 körre az izét, a softot. Én meg el fogok menni ezzel 20 kört. Na, ugyanaz, csak fordított taktics. Igen. Igen. Magább csak a terv, aztán már meglátjuk. Hát ezt csak így tudod, tehát... Ezt csak így tudod. Majd arra leszek kíváncsi, hogy Verstappennek milyen tempója lesz a hardon. Igen. Látom már egy furcsaságokat, tudod? Igen. Hogy hardon olyan tempója volt, hogy uaa. Igen, jobb volt, mint lágyon. Jobb volt, mint igen, jobb volt, mint lágyon. Magadhoz képest mennyi a lassabb egyébként, Leo? Semmit vagyok, a nyakába fel. Semmi. Aha. Egyébként ilyen pár százat, tehát nekem, mintha nem is lenne gumikopásom gyakorlatilag.
Vagy pedig egy, tehát hogy mondjam, ilyen exponenciális a gumikopásom inkább, akkor így mondom. Az nem jó, mondom, hogy nincs. Hát jó, csak így igen, így, hogy 20 Verstappen, DRS. Hát az, hogy tudok így jönni velük, így ez nekem nagyon jó. Most nem kapott DRS Verstappen. Óvatosan menne, amennyire lehet. Igen. Nem mondom, hogy nagyon kopik a gumi, de azért már nem az igazi. Ennyi 44%-os. Az 5 körrel ezelőtt volt annyi. Nekem 35 a hátsó tengelyen. Nekem 70. Jó, hát a hátsó az nekem is 50. De azért, Agent, mert nem dörzspapírozok a billentyűzettel, érted a gumit, azt azért. A kormányon sokkal könnyebben lehet vigyázni. Ennyiből mindenféleképp bátrányba vagy. Igen. Bejött Verstappen. Sipi már itt van mögöttem a hárgyával. Az igen, az szép. Hanyadik helyen vagytok most? A negyedik, ötödik. Ó, hát akkor. Csak Norris nagyon rajtam van. Norris, na milyen gumival most? Medium. És volt már kint boxban. Igen, kijöttek sokan a tizedik körbe. Meg folyamatosan jönnek most is. Most már kezd táncolni azért. Egyik körbe pont Ricardót kaptam meg magam elé. Megelőztem, következő körbe kijött Norris elé. A McLaren duó. Azaz. Hát egy hajszál híján kerültem belétek. Hátja, most az a baj, Norris meg gyors is. Úgyhogy ez még szóval nem a megnyugtató elő. Kellett még ez a gumi működni fog. Hát ilyen nagyjából 2-3 kör is működik. De utána meg egész hosszú ideig. De most hívna a boxba egyébként. Igen, 15-dik. Na, nekem most adta meg magát a gumi. Igen, levéglegelt? Igen. Hogy eddig bírta, nekem már botrány volt. Meg a hátulja, tehát kigyorsítás. Igen, igen, a kigyorsi, így van, az teljesen megszűnt. Na, az enyém most húzott meg elsőnek. Igen, így 60%-nál kezd botrányos lenni most már. Igen, előtte szokott lenni ilyen szemcsésedése időszaka is. Igen, de az még valamikor letisztul. Igen. Szép volt, Sipi. Köszönöm. Hát bár még nincs lejátszva. No. Hihetelen azt akartam kérdezni, hogy Norris azzal rajtolt-e, de nem ő is átrakott lágyat. Már volt boxban. Kettő fél. Na, ez gyors volt. Az igen! Hoppá! Gyerekek! Agent, mit csináltál vele? Safety car deploy. Azt a kurva, és én még most voltam benn. Most jövök ki a boxból. Tehát medium tires. Slow your pace immediately.
Így van, Milan. Engem miért engedett el a safety car? Mert nem te vagy az első. Igen. És meg kell várni az elsőt. De maradhatsz mögötte, agent, ha gondolod. Mert itt ugye a kékzászlós elengedlem szabály, meg ilyenek, az nem működik, ugye? Nem, hát mondta, hogy pass, tehát nem álltam meg egy pillanatra, csak meglepődtem. Hogy... Na, aranyos vagy. Viszont Robinnak ez egy ingyen box, hogyha akar. Igen. Igen, most jött be. Én nem tudok addig haladni, pedig ugye mennék. De mondjuk tök mindegy, hát ott leszek a hátába. Valahogy én csak hárot tudok felrakni ebbe a szituációba. A lágyat hiába rakok fel. Az a végén nem bírja ki. Hát, vagy legalábbis az... Hát nagyon, igen. Az nagyon-nagyon izé trutymós lesz a végére, igen. Igen. Hát Kristóf, engem a forgalom az nem zavar, hogy most abban leszek. Inkább az autón ne ússzon meg alattam megint. Azt mondja, most forgalom van, az nem baj, mert Ricardo-san bevetődik, az hello. Féktávon azt megoldom, csak a kigyorsítást ne ússzon meg. De úgy érzem, safety car-t nem kell lean-be lekapcsolni a motor. Nem, nekem nem. Is 232 van. Pedig kivettem belőle egyet. Na Robin, ez jó lesz. Hát, csak az a baj, hárgum én vagyok, Leo. Ez szép lesz. Az egy bajom van csak ezzel, de egyszer nem bírtam mit felrakni, mert ha médiumot rakok fel, akkor ugye az nem jó, mert nincs két különböző keverék. A lágyhoz már még borzasztó korán volt. Tehát most 16. kör, tehát 20 kört menni azon az gumi vagy 19-et, végig ha 3 kört itt elbolckodunk itt a safety car mögött, és akkor is az gatya lett volna a vége nagyon. A lágy akkor érte volna meg, hogyha fixen tudod, hogy van még egy safety car. Így van, igen. Akkor kitaposod a lelkét. Így van, de így nem volt értelme. Viszont így a hardat, az kitaposhatod a lelkét, ahogy van. Hát igen, csak ez meg az a baj, lófasztapadása lesz. Megjött agent. Agent a harmadik. Majd meglátjuk. Jöhetett volna egy kicsivel később. Meg is a két McLaren van mögöttünk. Kicsivel kellett volna később jönnie. Vagy nem kellett volna jönni egyáltalán. Vagy egyáltalán nem kellett volna jönni. Felszeppen pont a bajnokok falán baszta szét magát. Azt a rohadt életbe. Amikor így jöttem, akkor tűnt el a roncsa, de még pont láttam a kanyarba, hogy ott áll. Hamilton 8. Azt a mindenit. És ez így tudjátok mit jelent, az jönni fog, mint a végzet. Mint az állat, így van. Team-mate státusz. Ja, és Verstappen tényleg nem státusz. Mechanikai meghibásodása volt, hanem terminál, de mincs. Hard van rajta, agent. Most néztem meg. Csak arra lehetem volna kíváncsi, hogy mondja, hogy jön a Nikon. Nem fog kijönni, hardon van. Nem fog jönni. Who am I racing? Na, hát kedves a játék. Azt mondta, hogy ezen a versenyen Raikkonennel és Latifivel küzdök. Így van én. Meghűlt az én. Így van. Viszont ez a safety car még Okonnak jött jól. Igen, aki hardon indul. Hardon indul, bizony. És jelenleg a 13. helyen van. Így van, itt felelőttem. És ő már nem hardon van, ugye? Médiumon, így van. Aha, akkor ő már túl van ezen, aha. Igen. Szerintem ő is úgy, mint én, végig megy most már médiumon. Igen. Á, de nem jött jól ez a safety car, de nem jött jól. Én sem örülök neki. Nem mertem bevállalni a lágyot, mert itt egy megúszás, aztán viszontlátás. Igen, a médiumot meg ugye nem rakhattad fel, mert azon indultál. Nem, és a médium ugye úgy, hogy 3%-os kopás volt, tehát egy kör volt benne. Hát így is már most, hogy kimentem, már ott volt megúszása. Tehát az sem bírt ki 20 kört, csak éppen. Az nagyon sok lett volna. Így meg már biztos, hogy csak 15-öt kell vele menni. Így van. A lágy az nem lett volna biztos. A lágy az egy 14 körre talán jó lett volna, de... Minden, hát ma utána vagyunk, hát ez van. Nagyon nem jött jó. Mondjuk, ha beleszámolom a izémet, a időmérőmet, hogy
Én nekem ráadásul a kopott gumival, tehát a kopott gumival, mert... Ja nem, bocsánat, Q2, nem, bocsánat, igen, az Q3 volt. Ja. Tehát 3 körös volt az a gumim, és a 15. én 18 kört mentem a lágyon. Még áll, ez meg lehetett volna csinálni, de nem. Tehát az a baj, versenykörülményekben nem nagyon merek kockáztatni. Igen, meg az a baj, Robi, most sin lettük meg azt, hogy mi médiumon indultunk. Én igen. Ugye a hibám miatt, igen. Neked meg ugye az SC-sz volt bele. Igen. Na. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Jó, hát ez van, hát még lehet védekezni, de védekezünk úgyis. Azt a mindenit. Ketten vagytok hárdosak. Ja, másik. Hamilton? Az... Úgy látom, hogy Gasly talán. Vehicle condition. Hát mindjárt visszamész a jövőbe, hallod. 88 mérföld. Látom, hogy nincs tapadása. Á, semmi. Az tökéletes. Úgy jött rá, mint hogy állnék. A DRS várnám, hogy legyen már. Hát a DRS nélkül nem tudnálok megelőzni egyébként. Hát én sem volt, el sem vitt az állat. Alonzos sikárdó, most jöttek ki a boxba. Az nagy stratégia. Hatalmas észkombájnok. Meg volt mondva, hogy hanyadik körbe, kész. Ennyi. Ennyi. Bármi történik is. Mondjuk engem is most a 27. körbe ki akar hívni, lágyi. Még nekem is lesz egy mondatom egyébként, hogy jöjjek ki. Vehicle condition. Hát is már védtelen leszek. Oh! Az, az jó csinálod, Leo. Baszki. Az a volt. Jó. Valami kevésbé kontázos előzésben is kiegyeztem volna. Hát csak cikáztál előtte, most nem tudtam, hogy mi legyen. Hát nem cikáztam, bementem a belső hívre. Egyetlen mozdulatot csináltam.
Előlem most elég sok AI kiment megint a bokba. Aztán 8 AI kiment. Hát ez... ügyesek. Az igen. Russell. Russell out. Ja. A visszafordítónál hátul. Az jó, nem így ott vagyunk. Hát még kicsit azért odébb vagytok. Mert van most is mondjuk safety car. Mert csak az én első helyen bassza már el. Úgy legyen, Milan. Nem vagyok elégedett ezzel a dologgal. Na itt áll. Green flag. Green flag. We're racing again. Egy mozdulat a csáról látod belőle. Jaj! Megijesztettél egy. Ugye? De miért kell? Jó, mindegy, végül is tiéd volt az ív. Na, az még szép lett volna, összeakadt a cage-en. Hát igen, mert ugye így jöttem ezerre a DRS-ről. De mindegy, jó hozik nekem, én itt elhagyok. Benne vagy még Claudi? Ja, nem vagy DRS-ről. Hát, ahogy lennék, hát semmi tapadásom nincs. A safety car elvette. Hát, nagyon nem tudtam rád közelíteni. Majd most. Próbáltam teljesen kívül maradni. Elvettem már. Hát bazdmeg, jól megszabadott a játék. Sima első hely lett volna, sima. Erőpedés nélkül. Meg se kellett volna erőltetni magam. Hát igen, mert ugye a lágya... Hát erőpedésre kellett volna, baszki. Simán. Hátra kötött kézzel, meg lehet majd csinálni. Mert én kajak azt hittem, hogy majd Verstappennel ti elleztek, mert ugye egy taktikán vagytok. Úgyhogy ki írta, hogy ki esett? Ezt simán hoztam volna, gyerekek. Ez szar helyen esett ki Verstappen. Nagyon. Nagyon. Pont a legrosszabb ütemben. Ja igen, hát a bajnokok falába csapódott. Igen. Már nem jött volna egy C. Na jó, már a következőt van. Így van? Lesz az fordítva is. És kérdés az, hogy Sipi utol ére, mert ő is ugye lá friss lányom van, vagy közepesen. Mindenki utol fog. A hard lesz semmi. Csak jó lett volna azt a softot választani. Hát, ki tudja az. Mennyire lett volna. Lehet, hogy jó lett volna, lehet, hogy... ki bírta volna. Hát fél Robin téged ismerve, te kiszoktad hozni a gumikat mindig jól. Igen, mert 60-70%-ig simán el lehet ezeket vinni.
Hát figyelj, én most nekem 72%-on volt a hátsó, amikor kijöttem. Egy körre hamarabb jöttem, mint Leo, aztán vagy kettővel, nem tudom. Na, nekem meg 60%-os volt a lágy, úgyhogy 18 körös volt. Nem, csak ez azért mondom, hogy nem durrant volna. Nem, szerintem sem. Nagyon fos volt, tehát az tény, hogy kigyorsítás az teljesen kuka volt, de be lehetett te vicckélni vele. Hát igen, csak most én is kim voltam a boxba, akkor én is megpróbáltam volna a lágyat, de én úgy voltam, hogy nem fogom tudni végigvinni vele. Ez a baj, hogy tényleg akkora nagy volt teljesen. Hát, és ugye Robin nem választhatod meg közöttesen. Hát nyilván, de hogyha ugyanolyan taktikán lettem volna, mint Robin, akkor is inkább a hardot rakom fel, mint a lágyat. Hát én nem vagyok a sebb, gyerekek. Minden egy képviselő nélkül lenne, azért többet érdemeltem volna. Hát fél Robin az izé, hogy ez nem a te hibád. Hát nem. Ez abszolút nem a te hibád. Nem, hát a gép így dobta, aztán meg sajnos nem tudom mit csinál. Ó, hát lesz ez még majd másod is. Bízom benne, hogy egy karban majd lesz azért. Nagyon bízom benne. Ez rohadt nagy szerencse volt. Az. Ez egy óriási. Hát vagy maradt volna VSC, nem vált volt volna rántes célra. Például. Azt mondják, Red Bull taktika volt. De. A bajnokságban is jól leszívattam magam. Hamiltonon most nagyon jó sokat lehetett volna hozni. Egy máson is. Hát most én leszek, aki le fog maradni tőletek. Tőlem nem? Hát én fogok a legkevesebb pontot szerezni majd négyön közül. Úgyhogy simán beúszhattam volna, baszki. Na jó, nem sírok. Elég. Jó, búcsú lesz. Számít Leóra frissebb bumid. Fikarcit nem tudok átközelíteni. Nem, azt nézem én is, 4,5-5-re vagy. Ez teljesen beáll, de már vagy 4 körül. Igen. Nem. Itt a poson pedig teljesen. Hányt jó, R sem nincsen, tehát ezt nem tudom. Hát az nekem sincs. Nélkül, tehát... Ilyen 20% van, de egyszer rányomok, azt ki is kell kapcsolni. Ne. Sőt, amikor nem is nyomok rá, azt lemegy magától ilyen 15-re. Hamar elfogy. Hamiltonok nem tudom milyen köre volt, de viszi az egy pontot. Áll a gumiba? Nem, médiumon van. Latifi van, csak Hardon meg Robin. Mindenki más médiumon van. Most nem tudom neki, ha van.
Tört? Sérült? Hát nem tudom, nem mutatja, de biztos. Ja. De akkor átpokkal, mint az állat. Hát akkor biztos. Hát. Mennyire vannak mögöttem? 15? 17 másodperc. Lágyos simán fel tudsz tenni, hogyha akarsz, vagy ki is gazdálkodhatod. Négy körön, ahogy kihív már. Azért mondom, hogy simán ki gazdálkodhatja Robin. Csak az a baj, én, ahogy látom, nem igazán kanyarodik az autó. Jól látom semmiket. Úgy meg az a baj, hogy lehet falba tenni, meg hülyeség lenne. Legszívesebben pedig azt csinálnám most itt 320-at bele a célnyel falába. Annyira dühít. Annyira dühít. Hát elhiszem. Hát simán első hely, baszki, hát erőlködés nélkül meg lett volna. Simán? Erőlködés nélkül, baszki. Itt vagyok a negyedik helyen a faszba, lemaradva a picsába. Összes pontot, amit hozhattam volna, baszki, azt most nem úgy hozok, baszki, hanem még hátrányba is kerülök. Nevetség az egész. Semmiről nem tettem ráadásul. Ezért ne bosszankodjál, mert nem rajtad volt, abszolút nem rajtad volt. Felesleges is, hát Azerbajdzsánban engem, hogy Gasly bebaszott a falba az első körbe. Annak is nagyon örültem. Azt még pontos se szereztünk ráadásul, azt hiszem agent-e. Mind a ketten tán hátul basztuk szét az agyunkat. Igen. Sipita, meg menjél már vissza a tempóból. Nekem kurvára kéne ez a második hely. Hát hajrá, küldjél érte. De nem tudok, hát úgy jössz, mint az állat is. El sem sincs, semmi sincs. Nekem megnyomni kell, mert ha Leo véletlen kiesnek, akkor legalább lenne nekem is egy futam győzelem. Ha Leo kiesik, esküszöm elengedni. Nem tartanád meg az első helyet, Agent? Nem. Hát csak én vagyok ilyen szégyenteli hülye gyerek, hogy még futam győzelmem nincs. Jaj, hát azért akarod. Nem értettem hirtelen, hogy miért. Hát persze, hát ti már mindennyien nyertetek. Én is hadd nyerjek meg. Hát de most, hogyha engem megelőzöl, hát akkor nyomom hát a Leo-t is nagyom. Nem másodpercet két kör alatt. Már 7 az agent. Már pláne. Gyorsan kapcsolok egy cheat engine-t, nem amúgy csak viccelt. Már nem tudok mit csinálni. Kaptam is egy izét. Hülye manőverbe nem fog belemenni, azon ne aggulj. Hát nem, csak én izét fosok itt, főleg a bajnokok falánál. Hát ne foss se. Majd vigyázlak a szememben. Kaptam is egy warningot, most olyan fasul vettem be. Mi az Kristóf, hogy az anya csapatot nem győzhetem le, dehogy nem. Meg kell mutatni, hogy helyen van a Red Bullba. Hát lejjebb már nem tudnak minősíteni, agent. Vagy mi sikük el tudni. Hát sem. Ti egy tizedre mentek egymástól? Hat. Nem. Öt. De most DRS-ben 4, 3, 1, 0. 0, kilövés. Nem baj, Sifi, most jövök én. Nincsen gumim és érsem. Ja, akkor én nem szólok, hogy nekem még van érsem. Hát gondolom. DRS-sel tudtál tölteni, meg tartalékolni.
Nem, hogy én DRS közben is nyomtam. Mint hogyha nem lenne holnap. És már ezért DRS-e kapok. Nem is értem, hogy nem. Mármint értem, hogy egy másodpercen kívül vagyok, csak azt nem értem, hogy. Hát gondolom a kigyorsításokon, meg a olyan kanyarokban, amik ilyen nagyon szar billentyűzettel, azt nem tudok hozni ellened. 38%-os volt a médium. Nekem megint 60 a hátulja. Hát nekem 43 a bal első. Gratulálok. Köszi. GG, mindenki GG. Gratulálok, mert Robint sajnálom nagyon. Hát én most nem tudok gratulálni, aggódjatok. Érthető. Én megértem. A játéknak tudok csak gratulálni. Daniel Ricciardo. Na mindegy. Hát szerintem az lesz, amit most elvett, az visszaadja majd. Hát abban bízok én is, hogy majd lesz az fordítva is. Biztos, hogy lesz. Nem bízok benne. Vissza lehet majd kapni. Ha majd nem, akkor meg így marad. De azért lehúztuk első négybe. Hát az biztos volt, annyira gyenge volt az AI, hogy Isten igazából szerintem itt majdnem mondhatnánk azt, hogy saját magunk ellenfelei voltunk csak. Hát ez egyértelmű volt. Jajjaj. Az kis Richard berakta eléd a büntetés. De miért volt büntetésed? Nekem volt. A utolsó, hát még ott, amikor neki mentem a falnak, ott volt egy ilyen banalitis történetem. Aztán az amúgy nem bírtam mit csinálni. De nem, hát az a legkevesebb bajom nekem, az az egészen. Mindenek a leggyorsabb köré megvan az egy pontocska. Nem is kellett volna sok egyébként, hogy még így is Richie előtt maradjak, egy 4-10 másodperc. Basszus. Kb. Az minimális. Na jó van. Úgyis egy héti pihenőre vonjunk legalább. Agent, majd nézzük már meg a resultot. Hát miért most előre rak előre végeztél? Hát ez jó, de azért nézzük már meg. Hát engem tesz előre? Nem tudni, hogy kit rak előre. Hát vassza. Egy hetedik nagy lény. Getsz ott lennék. Helyett van nyakán. Hát most jó. Igen. Hát hagyjak lettem, ötödik lettem most, azért hány pontja? 10. 10. 17 ponttal lennék előrébb benne. 90 pontom lenne. Nincs van. 7 pontra lennék, ha miért mondtam. Így meg vagyok. 24-re. Derék. Na jó, mindegy, ez van. Hát figyelj, Robin, hátra van még majdnem 20 után. Jó 20, nem, de 15 biztos, nem? 15. Bármi lehet. Melyik alakú. Na jók lehetek, jó éjszert mindenkinek. Jó éjt. Sziasztok.